Rengeteg almát láthatunk itt az asztalon, de sajnos a fiatalok manapság nem csak almát fogyasztanak, hanem egyéb káros dolgokkal is élnek. Erről fogunk beszélgetni most a mellettem álló hölgyekkel. Kérünk szépen egy-egy bemutatkozást. Farkas Petra vagyok. Kis Patricia. Magyarfi Barbara. Egy dohányzásmentes nap van itt nálatok ma az iskolában. Mit kell erről tudni pontosan, mi történik, vagy miről van itt szó? Hát ez egy olyan akció, amiben a dohányzás ellen vagyunk, mármint minden szál cigi egy-egy vitamint öl meg a szervezetben, és ha felragasztanak egy cigit, mi adunk egy almát, és ez vitaminpótlás. Akkor egy nagyon jó cserét lehet csinálni, ugye cigiért adtok almát. Mennyire népszerű ez a dolog, vagy mennyire mernek a fiatalok idejönni? Hát nem nagyon szeretnek idejönni, mert aki cigizik, az egyértelműen nem az almát, hanem inkább a cigit választja, és így nem nagyon akarják ezt. Mik a tapasztalatok egyébként manapság? Sokan cigarettáznak a középiskolások közül? Igen, elég sokan. Mi lehet ennek az oka? Ez egy divat, vagy egymástól veszik át, vagy hogy van ez? Hát nem tudom, szerintem valaki divatból, valaki meg csak úgy szívja, nem tudom. Bizonyára nagyon sokszor elmondtuk már, meg ti is elmondtátok, de miért káros a dohányzás? Miért nem jó, hogyha valaki hosszú időn át cigarettázik? Hát nem tudom, nem egészséges. Na de mit eredményez hosszú távon? Miért rossz ez? Hát öregíti a bőrt, őszíti a hajat, sergíti a fogakat, az ujjakat, körmöket. És hát így nem is nagyon éri meg ez az egész. Ja, hát igen, hát az anyagi része is ugye nagyon negatív most már, ugye egyre több egy doboz cigaretta. Lehet hatni a fiatalokra egy-egy ilyen akcióval? Tehát aki mondjuk cigarettázik, az lehet, hogy meg fogja magát gondolni? Hogy látod? Nem, nagyon nehéz. Nem sokan akarnak idejönni, nem is cserélnének egy cigit almára. Nagyon sokan szívják a cigit, és ez már inkább rászoktak, és nem akarják. Oké, akkor üzenjünk még azoknak, akik vacilálnak, hogy akkor én most leteszem a cigit, nem teszem, mit üzennénk nekik? Hát, hogy hagyják abba, mert nem éri meg se anyagilag, se egészségügyileg. Újabb diákokkal beszélgetünk itt az egészség napon, megkérdezzük őket, hogy mi a véleményük a dohányzásról és az egészséges életmódról. Neveteket légy szíves, áruljátok el! Viszmeg Maxim. Faragó Éva. Müller Péter. Péter, mesélj egy kicsit nekünk erről a mai napról, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél eddig? Hát én igazából dohányzom, de ez a mai nap alatt ez az egészséges életmóddal, így inkább úgy döntöttem én is, hogy a mai nap nem gyűjtök rá egyszer sem. Mesélj egy picit arról, hogy mióta is dohányzol, hogy hogyan jött az életedbe. Kérdeztem itt az előbb már a lányokat, azt mondták, hogy általában a fiatalok egymást viszik bele a rosszba. Hát igen, ez így történt, engem is 14 évesen vittek bele a rosszba, és viszont 15 éves korom óta dohányzom, ami azt jelenti, hogy már 4 éve. Ez nagyon komoly, akkor most le kéne tenni. Szoktál egyébként azon gondolkodni, hogy el kéne hagyni a cigarettát? Én úgy gondoltam, hogy majd amint végzek az iskolában, meg amint családot alapítok, akkor utána végeztem is a dohányzással. Miért rossz dohányozni, hiszen nyilván ti is tudjátok, hogy ez káros az egészségetekre, de mégsem hagyjátok el a cigit, szóval miért rossz a cigarettázás? Hát egyrészt, mert sok pénzbe kerül, másrészt igazából a kellemetlen szagok miatt. Meg ugye vannak olyan társaságok, akik nem tolerálják a dohányzós embereket. És akkor ettől függetlenül mégsem tetted le eddig a cigit? Hát nem, mivel én meg tudom azt állni, hogyha olyan közösség vagyok, akkor nem gyújtok rá. Hogyan tapasztalod a fiataloknak? Hány százaléka dohányzik szerinted, mondjuk a középiskolás korosztályból? Hány százalék az, aki cigarettázik rendszeresen? Hát szerintem 100%-ban olyan 70% biztos. Miért lehet ez szerinted? Hogy látod, ahogy így az előbb is hallottuk, hogy egymást viszitek bele a rosszba, vagy viszik bele a rosszba? Hát igen, van olyan, amikor fogadnak, hogy megmeri ilyet csinálni, vagy nem, és akkor így megcsinálja, ezt rászokik. Te dohányzol? Néha. És azért gondolom, te is tisztában vagy ennek a káros hatásaival. Mi az, ami miatt le kellene tenni minél előbb a cigarettát? Hát büdös, meg ugye rákot lehet tőle kapni, meg hamarabb elfáradok a futásba. Nagyon durva, hogy ilyeneket mondok, és mégis cigiztek. Te dohányzol-e a mindennapokban? Nem. Nagyon helyes, te vagy akkor a pozitív példa. Itt most a mai egészségnapon hogyan látod, sikerül-e a fiatalokat meggyőzni arról, hogy tegyék le a cigarettát? Szerintem nem. Van nálad most egy lap, amit elkezdtél kitölteni, ezen gondolom, hogy adatok vannak. Mit mér fel ez a teszt, vagy mi az, amire válaszolnod kell ebben? Hát az, hogy dohányoznak. Sokan cigiznek egyébként a fiatalok körében, hogy látod? Igen. Ami mit jelent? Hányan nagyjából, vagy hány százalék szerinted? Itt az előbb hallottunk ugye 70-et, ettől több vagy kevesebb? Szerintem több. Mennyi lehet nagyjából? 80%. Hát az elég durva, elég durva.
Te mikor szeretnéd letenni a cigit? Itt már hallottuk a család alapítást nálad. Mikor lesz az az idő, amikor azt mondod, hogy köszi, többet nem? Hát igazából mindig azt mondom, hogy vége, de már péntek óta nem szívtam, szóval próbálok leszokni róla. Akkor gyakorlatilag most már egy hete, bírod lassan? Igen, minél hamarabb le akarom tenni. Újabb fiatalok állnak mellettem, folytatjuk a tudósítást az egészség napról. Kérünk szépen egy-egy rövid bemutatkozást. Bielik Dávid vagyok, Imrágyről jöttem, 16 éves vagyok. Oké, mindjárt beszélgetünk tovább. Rögzi Dominikának hívnak, Kiskomoly és a Bodogláról jöttem. Kaptatok az előbb almát, láttam, hogy itt álltatok. Cigit kellett érte hozni, vagy csak csentetek almát? Hogy jutottatok hozzá? Nem, mondta a védőnő, hogy szóljunk a cigiseknek, hogy jöjjenek ide is, akkor neki kell, de ők nem jöttek. Akkor ezek szerint te nem dohányzol? Nem. Nagyon pozitív példa, kevés olyan fiatallal találkozunk manapság, aki nem cigizik. Miért tartott fontosnak, hogy a fiatalok ne szokjanak rá a cigire? Te például hogyan tudtad távol tartani magadtól a dohányzást? Hát a családjaim azok cigiznek, de én nem szoktam rá, pedig mindig rá szoknak a szüleimtől. Akkor ez nagyon nagy akaraterő, hogy a családtagjai cigiznek, te pedig kibírod. Szoktad őket motiválni, vagy mondani nekik, hogy le kellene szokni? Ezt szoktam mondani, főleg apukámnak, mert ő szívbeteg is, akkor neki szoktam mondani. Hát akkor pláne le kéne szoknia. Mi a válasz erre, miért nem akarnak leszokni? Nagyon nehéz neki, azt mondta. Te pedig kibírod, mert hogy nyilván tudod, hogy milyen káros hatásai vannak. Miért rossz cigarettázni? Hát mert a tüdőnket meg így a szívünket károsítja. Te az előbb ott ragasztottál cigit, tehát nem azt gondolom... Nem föl, csak néha szoktam, de apukám régebben nagyon sokszor dohányzott, és ugye mentünk valóban autóval, tele volt füsttel az autó, és úgy szoktam rá. De utána leszokott elektromos cigivel, ilyen segíti leszoktatni. Ez mondjuk elég durva, hogy akkor gyakorlatilag te úgy szoktál rá, hogy mindig szívtad, amit a szüleid kifújtak? Apukám dohányzott. Aha, és te még mindig cigizel? Néha szoktam, amikor mérges vagyok. Itt viszont a mai napon felhívják a fiatalok figyelmét az egészséges életmódra. Almát lehet cigiért cserébe kapni, ez vonzó ajánlat számodra? Igen, szeretem az almát. Hát jobb, mint a cigi. Igen, hát ebből kellene akkor többet fogyasztani a mindennapokban, sőt, hát a cigből sem ennyit nem kellene, inkább az almát. Mit üzennél azoknak az embereknek, akik rendszeresen dohányoznak, és mondjuk a gyermekük mellett a kocsiban dohányoznak? Miért nem kellene ezt tenniük? Hát azért, mert egyrészt kevesebb életet élnek, másrészt meg, hogy igen. Neki károsítják jobban a szervezeteket, a kisbabák vannak ott. Így van, tehát ez nagyon durva. Hogyan látod, meg lehet változtatni a fiatalok véleményét egy-egy ilyen akcióval? Én nem tudom, szerintem meg lehet.